A Nemzeti Színházban a Gobbi Hilda színpadon vasárnap este a Békés Csaba Jókai Színház vendégjátéka látható. Gogol egy őrült naplójáról van szó. Erről faggatom most itt a Kossuth Rádióban a belépőben a darab rendezőjét, Küllő Miklóst. Jó estét kívánok, halló! Jó estét kívánok! Miklós, mire számíthatnak a nézők? Mitől lesz mai vagy 21. századi a vasárnap esti előadás itt a Nemzeti Színházban? Fél évszázada volt az a bizonyos legendás Darvas Iván féle alakítás, aminek hát mai napig is még a vízhangjai tükröződnek a közönség között, és hogyha meghallják egy őrült naplóját, akkor valaki, bizonyos korosztály persze, rögtön asszociál Darvas alakítására és a Horvai Istvánnak a rendezésére. Miután eltelt tényleg egy fél évszázad, kellett egy, én úgy gondoltam, és én nagyon szeretem Gogolt, ezt hozzáteszem gondolatjel között, hogy egy újfajta feldolgozás, egy másfajta gondolatokat kiemelve ebből a nagyon sokszínű, sokrétegű írói műből, és ennek álltunk neki alkotótársaimmal együtt, Székely László, Kossuth Díjas díszlettervező, János Kuti Mártával, szintén a Kossuth Díjas jelmeztervezője, tehát Preisinger Évával, a koreográfussal. Egy összművészeti előadást kívántunk létrehozni, amiben minden rétege, tehát minden művészeti vonal képviselteti magát, és egymásra épülve egyfajta dramaturgiai rendszerbe foglalva hozza azokat a gondolatokat, ami ma is aktuális, a 19. századi gondolat halmazból, amit Gogol megírt. Mi egy színházat csináltunk, ahol egy pontos, precíz lélektani rajzot próbáltunk megeleveníteni, ami egy szerencsétlen, küszködő embernek a világa, amelyik nem találja önön magát, saját személyiségét keresi, és ez akciókkal, mozgással, Sosztakovics zenére, képekkel, víziókkal, látomásokkal, az SR grafikák megelevenítésével, egy animációs bevetítésekkel, tehát létrejön egy nagy-nagy látomás, én inkább azt mondanám, egy nagy álom, egy nagyon nagy ívű folyamat, ami ezeknek a démonoknak, a belső lelki, pszichés démonoknak az elszaporodása, az egyre mélyebb, erőteljesebb martalékába veszik a lelkét ennek az embernek, aki már nem tud tőle szabadulni, és nem tud kijutni, kikerülni a saját maga poklából, aminek a fő-fő kérdése az az, hogy ki is vagyok én? Miért vagyok éppen én egy csinovnyik, vagy éppen egy fogalmazó? Miért ne lehetnék én mondjuk a spanyol király, vagy bárki más? És ez a kiemelkedés, amit nem tud megvalósítani, és a polcra tétel, a sarokban szorítottsága ennek a figurának, indít el egy olyan törést, aminek a pontos, precíz, szinte lépésről lépésre követett látomásait látjuk az előadásban. Körülő Miklós azt említette az előbbiekben, hogy másra helyeződik a hangsúly esetlegesen az ön által rendezett darabban, mint az ominózus 50 évvel ezelőtt bemutatottal, amiben Darvas Iván volt a főszereplő. Ön mire helyezi a hangsúlyt akkor? Én ezt most megkérdezném. Igen, ennek az embernek, és a 21. században ez átsugárzik, ez a kérdés, hogy miért is vagyunk abban a helyzetben, abban a társadalmi pozícióban. Van-e remény arra, hogy följebb jussunk, vagy esetleg egy másik irányba mozduljunk el, mint a bekategorizált és ránk oktrajált pozíció, amibe beleszületünk, vagy éppen nem beleszületünk, csak magunk előidézzük ezt a helyzetet, és utána nem tudunk ebből már kiszabadulni, mint egy ilyen satú fogva tart minket ez a rendszer, és keressük önmagunkat, önmagunk személyiségét, önmagunk tehetségét, önmagunk önmegvalósítását, önmagunk kiteljesítési vágyát. Legyünk őszinték, ez nem mindig sikerül. Katkó Ferenc főszereplésével látható Gogol egy őrült naplója a Nemzeti Színházban, a Gobbi Hilda színpadon vasárnap este a Békés Csabai Jókai Színház vendégjátékában, itt a Kossuth Rádióban a belépőben a darab rendezője Küllő Miklós mesélt most nekünk erről a különleges előadásról. Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Miklós. Nagyon kedves, és köszönöm szépen.